Jó estét kívánok, köszöntöm a Tázlár TV nézőit, képviselőtársaimat, jegyző urat. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Szalma Csillát, aki elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 2, 4, 6, igen, szavazattal egy hanggal elfogadtuk. Megállapítom, hogy határozatképesek is vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig javaslom Csigi Lajost, előző testületi ülésünkön Nagyajtai Mihály volt a hitelesítő, aki elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 2, 4, 5, igen, ellene, tartózkodik, egy tartózkodással elfogadtuk. Szintén kézemeléssel jelezze, aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja. 2, 4, 6, igen, szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm. Első napirendi pont, beszámoló a két ülés között végzett munkáról. 10. hó 20-án pénteken reggel a közmunkásokkal a következő hét feladatait beszéltük meg. 19 órától a dalkör meghívásának Bánné Égető Zsuzsanna képviselőasszony tett eleget. 10. hó 23-án október 23-ai megemlékezést tartottunk nemzeti ünnepünkön a Művelődési Házban, és koszorúztunk a kopjafánál. Köszönjük szépen a diákok szép színvonalas műsorát. 10. hó 24-én a birkózóterem építéséhez kirendelt műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel megtekintettük az építési területet, és megbeszéltük az idei további teendőket. 10. hó 27-én pénteken 16.30-tól Pirton küldött gyűlésen vettem részt, ahol többek között két országgyűlési képviselővel is tárgyaltam személyesen a Soltvadkert Kiskuma és a közötti Tázláron áthaladó út felújítási lehetőségeiről, a szakaszok ütemezéséről, akik ismét ígéretet tettek ennek a ügynek a képviseletére. Mivel ezt az ügyet már 2014-es polgármesteri választásom óta folyamatosan szorgalmazom. 10. hó 30-án hétfőn a havi özdolgozói értekezlet keretében megbeszéltük az idősek napi feladatokat is. Ezt követően 8.30-ra Kiskörösre mentem, ahol az önkormányzatnak egy házvásárlás ügyét bonyolítottuk. Majd 10 órára Kiskunhalasra a polgármesteri hivatalba mentem, ahol a segítőkezek halasi csoportjának egy irodahelyiséget tekintettem meg, ahová átköltöznek addig, amíg az eredeti irodánál folyik a felújítás, az energetikai átalakítás. És még azon a napon 15.30-tól szociális bizottsági ülésen is részt vettünk többen itt a képviselőkkel. 10. hó 31-én Kiskunhalason 17 órától a református templomban egy istentiszteleten vettem részt, ahol községünk református lelkésze Ulakcsai Zoltán által szerkesztett édesapja prédikációit tartalmazó könyv bemutató is része volt ennek az alkalomnak. 11. hó 3-án 10 órától területi operatív programos tájékoztatón vettem részt a megyeházán, ahol megvizsgáltuk annak a lehetőségét, tájékoztatást kaptunk, hogy milyen plusz forrásbevonási lehetőségek vannak a megvalósítandó pályázatoknál. 11. hó 4-én szombaton Kiskunhalason jártam egy strutz tenyésztőnél, felvásárlónál, aki 20 éve foglalkozik ezzel, az állat nevelésével, nevelésével, és ő tájékoztatott a strutz tenyésztés menetéről, befektetésről, jövedelmezőségéről, és arról, hogy ezt több önkormányzat is kihasználja a közmunkaprogram keretében, az állattenyésztési ágban, és ez akár Tázláron is nyereséges lehetne. 11. hónap 5-én idősek napi ünnepséget tartottunk a Művelődési Házban, ahol a szép számú, szépkorú vendégsereg megtöltötte a Művelődési Házat egy nagyon jó hangulatú ebéden, melyhez majdnem minden alapanyagot Tázláron termeltünk, a zöldségektől kezdve a húson keresztül, ami az asztalra került, és egy nagyon jó hangulatú délutánon, illetve az azt követő beszélgetéseken voltunk túl. 11. hónap 6-án hétfőn 14.15-től közmunkás értekezlet keretében pontosítottuk a jövő évi terveket, hogy ki az, aki talált munkahelyet magának, és ki az, akinek még a közmunkában kell segítenünk a megélhetését a jövő évben is. 11. hónap 7-én kedden 13 órától a kivitelező vállalkozónak átadtuk az egészségház felújításához a munkaterületet,
a műszaki ellenőrre, és pontosítottuk az idénre betervezett munkákat. Itt majd kérjük a lakosság türelmét és megértését és rugalmasságát a rendelések kapcsán. 11. hónap 9-én egy konyhai eszközfejlesztéses pályázatunk előzetes ellenőrzésére érkezett 4 ellenőr községünkbe, akit fogadtunk, akik átjöttek a konyhára, megnézték az eszközöket, a fejlesztés helyszínét, mérőcskéltek, dokumentáltak, és dokumentálták azt is, hogy a fejlesztést még nem kezdtük meg, úgyhogy minden rendben volt. 11. hónap 10-én, 11-én és 12-én péntek, szombat, vasárnap Kecskeméten egy 30 órás grassroots labdarúgással kapcsolatos továbbképzésen vettem részt, valamint a Fidesz tisztújító kongresszusán is voltam, ahol a tisztújítás mellett hangsúlyozták, hogy mindenki küldje vissza kitöltve a nemzeti konzultáció kérdőívét, aki nem szeretne 9 milliós támogatásban részesíteni minden hazánkba érkező migránst. 11. hónap 13-án birkózóterem tervezőjével vizsgáltuk meg azokat a lehetőségeket és jegyzőúrral, hogy milyen leszakaszolási lehetőségek állnak rendelkezésünkre a kivitelezés kapcsán, hogy az elnyert 10 millióból mit kell megépíteni, hogy átadható, használható legyen minél hamarabb a birkózóterem. 11. hónap 14-én 13 órától Kecskeméten jártam a megyeházán, ahol a helyi termék előállításával és értékesítésével kapcsolatos előadáson vettem részt, ahol a megyénkben, illetve a környező régiókban kialakult jó gyakorlatot mutatták be az előadók. 11. hónap 17-én reggel 8 órától ismét közmunkás értekezlet keretében pontosítottuk a következő hét feladatait. Ezen a napon 17 órától az általános iskolások színdarabját is megnézhettük a művelődési házban. 11. hónap 20-án 3:45-től szociális bizottsági ülésen voltam, mivel akkor ült a szociális bizottság. Röviden ennyien kívántam tájékoztatni a lakosságot és a képviselőket, és rátérnénk a második napi rendi pontra, a szociális rendelet módosítására. Itt ugye mindenki megkapta az anyagot. Itt ezen a módosításon, hát egyrészt a lakhatási támogatás, illetve a rendkívüli települési támogatás módosítását javasolja a bizottság. Én röviden megkérném Molnárné Pásztor Zsuzsát, hogy mondja el, hogy miről van szó, és utána megkérném majd a bizottság elnökét is, hogy milyen álláspontot alakítottak ki. Köszönöm szépen. Köszöntöm a testület tagjai, polgármesterurat és jegyzőurat. Az előző bizottsági üléseken felmerült javaslatok alapján lehetne egy olyan lehetőséget biztosítani a lakhatásban részesülők számára, hogy amennyiben a költségvetési keret megengedi, úgy egy évben egyszer egy rendkívüli lakhatási támogatásként a bizottság által javasolt összeget folyósítsuk a számukra. Ez adható támogatás lenne. A másik pedig a rendkívüli települési támogatásoknál évente egyszer természetbeni juttatásban részesüljenek az idősek, akik nyugdíja nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 300%-át, ez jelenleg 85.500 forint. És emellé, jegyzőúrral, ahogy átbeszéltük ezt az előterjesztést, azért, hogy ez a sok ellátás, amit itt felsoroltunk, hogy nyugdíj, rokkantsági, egyéb járadékok, hogy nehogy itt valami kimaradjon, és emiatt ne kaphasson támogatást az idős, lenne még egy olyan javaslat, hogy azok kaphassanak ilyen egyszeri természetbeni juttatást, akik a 65. életévüket betöltötték, és a havi jövedelmük összege nem haladja meg ezt a 85.500 forintot. Köszönöm szépen! Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen. A Szociális Bizottság egyhangúan javasolja a testületnek a lakhatási támogatás és a rendkívüli települési támogatás szabályozási módosítását. Mint a Szociális Bizottság elnöke személyemben a rendkívüli települési támogatásnál felmerült
újabb javaslatot én tudnám támogatni, ami azt gondolom, hogy teljesen és biztosan jobban átfogná, mint amit esetleg mi az előző napon próbáltunk rendbeszedni, de nehogy véletlen mégis valaki kimaradjon, viszont ha azt a döntést fogadnánk el, hogy 65 év felettiek, akkor nem írnánk át azt, amit tulajdonképpen előző nap hoztunk döntést, de mégis még pontosabbá tennénk azokat, akik rászorultak lennének erre az ellátási formára, vagy lehetnének erre az ellátási formára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy akkor valószínűleg az életkor alapján mindenki benne lenne, függetlenül attól, hogy milyen járadékban, meg ellátásban részesülne. Ez könnyebbség lenne, és ugye erre azért van szükség, mert hát elég nehéz belőni év folyamán is, hogy mekkora az a keret, amit költhetünk szociális célra, és ez azért abban segíteni a bizottságot is, meg az önkormányzatot is, hogy megfelelő helyre jusson az a pénz, amit másra nem tudunk elkölteni. Átadnám a szót, hogyha ezzel kapcsolatosan valakinek van kérdése, véleménye. Ha nincs, akkor én szavazásra teszem föl, akkor ezzel a második variációval kiegészítve, aki el tudja fogadni ezt az előterjesztést, azt kérem kézemeléssel jelezze. 2, 4, 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm. Rátérünk a harmadik napi rendi pontra, az étkezési térítési díjak módosítására. Egész pontosan itt az uzsonna díjának a megállapítására, és ennek az ismertetésében kérném Mayer Ferenc jegyző úrnak a segítségét. Köszönöm. De tavaly ősz óta működteti az önkormányzat a konyhát abban a formában, hogy a normatívát is az önkormányzat veszi igénybe, és nem a oktatási intézmény. Hát ugye az tudni lehet, hogy nem csak az iskolának, óvodának van itt főzés, hanem az időseknek és a házi segítségnyújtásban részesülőknek. Tavaly került bevezetés az iskolai uzsonna, ami azóta folyamatosan egy szolgáltatásként jelen van, és ennek a térítési díját emelnénk be a díjakról szóló rendeletbe, ami megegyezne aznapi iskolai 10 órainak az árával. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki támogatja ennek elfogadását, jelezze. 6 igen szavattal egyhangulag elfogadtuk a uzsonna értékét, egész pontosan 63 forint. Nettó 63 forintban, az majd bruttósítva társra kerül. A negyedik napi rendi pont, Tázár község önkormányzat konyha SMS-ének elfogadása. Itt is a külön intézmény egységként működő konyháról van szó, és itt is megkérem jegyző urat röviden ismertesse, hogy miért fontos ez. Köszönöm. Ugye az idei évtől a közétkeztetést a minden településen úgy kell megoldani, hogy maga az önkormányzat nem láthatja, hanem ki kell azt szerveznie, gazdasági társaságba vagy költségvetési szervet, intézményt kell létrehozni. Ezt tavaly évvégén a testület elfogadta, és a konyha önállóvá vált, egy 4 személyes intézmény jelenleg intézményvezetővel, és mivel önálló gazdasági és jogi szervezet, ezért saját szervezeti működési szabályzat kell, amit elkészítettünk, a hivatal munkatársaival kiküldésre került, és kérem elfogadását. Köszönjük. Van ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? Nincs, akkor erről is szavazzunk. Aki támogatja ennek az SMS-nek az elfogadását, azt kérem kézemeléssel jelezze. 2, 4, 6 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm. És már is az 5. napi rendi pontnál vagyunk. Ez pedig arról szól, hogy elmondják a képviselők, hogy milyen egyéb ügyeket hoztak ide. Nekem van 2 örömhírem, ugyanis születnek Tázlára a gyermekek. Tázlár 18. újszülöttje, Gáspár Csenge Letícia, ő 10. hónap 15-én született, édesanyja neve Rácz Erzsébet Linda, édesapja neve Gáspár Gábor,
Tázláron a 4. kerület 60 per alba vannak bejelentkezve, de most épp Felsőtelepen laknak. Tázlár 19. újszülöttje Görbe Zsombor, ő 10. hó 19-én született, édesanyja neve Fodor Márta, édesapja neve Görbe Tibor, és ők pedig a Tázlár Jókai utca 17 szám alatt laknak. Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk a gyermekneveléshez. Egyebekhez szeretném elmondani, hogy a szociális tűzifa pályázatunk ugye nyert idén, és a szociális tűzifa egy része már megérkezett, és még aki szeretne kérelmet beadni, az megteheti Molnárné Pásztor Zsuzsanna ügyintézőnél, illetve majd lesz lehetőségünk a bizottság döntése alapján szociális csomagosztásra is, hasonlóan a tavalyi évhez, erről is a bizottság döntött. És még egy dolog van, amit szeretnék megosztani a képviselőtársakkal elsősorban, hogy adventben ugye a felekezeti istentiszteletekre, misékre, a gyertyagyújtásnak megfelelő ütemezéssel készülünk. Aki tud vagy szeretne ezen részt venni, az jelezze, és mehetünk akár együtt is ezekre az alkalmakra. És én átadnám a képviselő társaimnak a szót, hogyha valakinek van egyebek napi rendi ponthoz hozott ügye. Modok Zoltán képviselő. Én a bolt előtti parkolóval kapcsolatban szeretném, illetve a másik oldallal, a bolt felüli oldallal. Tehát a park felüli oldal? Vagy ja, arval is, és a másik oldalt is, a bolt felüli bolt oldalt, előtt. Hogy látom, igen, hogy virágokkal van, igen, beültetve, hogy ez kinek a döntése, vagy... Az nem parkoló, mert ugye ott így megállni van és várakozni tilos, és a közúttal egyeztettünk, hogy milyen módokat találhatnánk arra, hogy ezt a táblát az be is tartsa a közlekedő erre járó polgárok hada. És hát ők is azt mondták, hogy valami fizikai akadályt is lehetne tenni. Na most ez több oldalról került megközelítésre, az egyik az pedig az Áfésznak az oldala, akik még mindig ott tudják a áruszállítást megoldani. És az Áfész vezetője felhívott engem Soltvadkertről, és megkért, hogy az egyik virágos részt vegyük föl, hogy oda tudjanak még parkolni, még másképp nem tudják megoldani. Én mondtam, hogy hát ez nem a legjobb megoldás szerintem, de nyilvánvaló, amit hoznak áru, az meg a tázlári polgárok ellátására szolgál. Tehát itt egy ilyen, mondtam, hogy kérjék meg a kiegészítő táblát, hogy kivéve, tehát megállni és várakozni tilos, kivéve árurakodás céljára. Ezt majd azt mondta, hogy meg fogják kérni. És tudom, hogy arra az időre, amíg odaáll a teherautó, nagyon nagy mértékben akadályozza a belátást. Gondolom erre irányult a kérdés, hogy nagyon nagy lépést tettünk azzal, hogy a növényzetet onnan olyan állapotba hoztuk, hogy hát az már nem zavarja a kilátást, a tükröt oda tettük, hogy segítsük a biztonságosabb közlekedést, ezt még nem tudtuk megoldani. És én erre is várom majd a javaslatot, csak ugye ez nehéz döntés lesz. Igen. Én felajánlottam azt is, hogy akár ott hátul még ilyen betonozásba is besegítenénk, hogyha mégiscsak ott meg tudnák oldani. Csak arra hivatkoztak, hogy nagyon nagy ez a szállító jármű, és hát azon a szűk bejárón a csatornától nem nagyon fér be, illetve többször megnyomta már kanyarodásnál. Igen, azért volt ez a kérdésem, mert végülis az közterület. Igen. A testületnek is tudni kellett volna szerintem róla. A másik kérdésem a másik oldallal kapcsolatban, igen, látom, hogy kész van a csapadékvíz elvezető csatorna. Hát készül, igen. Hát lehet, hogy én vagyok képzavarban, most abban a víz úgy ugrik bele, vagy nem tudom, hogy folyik bele, mert az jóval magasabb, mint a parkoló szintje. Azt én értem, hogy a járdáról abba folyik a víz, de hát az egy keskeny terület, az a park felé is folyhatott volna. Mert ugye az volt mindig a problémánk, hogy a parkolóba állt meg a víz, az úttestről és a parkolóba odafolyt a víz. Hogy az ugyan honnan fog majd úgy oda bekerülni. Én azt láttam, hogy még kisebb volt épülve a csatorna, és már nagyon rugalmasan elvezette a sóder, és felszívódott ott a víz. Tehát ha figyeltük, akkor sokkal gyorsabban eltűnt a víz,
Én is kíváncsi vagyok ennek a működésére, de én azt mondom, hogy várjuk meg az esőt, és akkor nézzük meg, hogy hogy működik, jó? És hogyha ha bármi gond lesz vele, vagy nem úgy működik, akkor mindenféleképpen korrekciót fogunk érni ez ügyben. Köszönöm. Van-e más? Zsigi Lajos? Hát ez a csatornához szóval most, hát nem tudom, hogy Zoli is mondta, hogy víz úgy ugrik bele, vagy hogy kerül oda. Hát én nekem az a gondolatom erről, hogy az ott ki lett betonozva, hogy az ottan nem bír átmenni. Mert én azt hittem, hogy majd úgy lesz megoldva, hogy pár helyen ki lesz annak a csatornának az oldala fúrva. De hát az én értes szerint, hogy ott az le lett betonozva most végül. Hát oda tett, így van. Vannak csövek, és ugye az a gond, hogy a parkoló az nagyon változatos domborzatú, finoman szólva, és hát azt mindenféleképpen valamikor majd egységessé kell tennünk, és hát addig még ezek a csövek fognak funkcionálni, utána pedig a szint oda fog kerülni, hogy belefolyjon a víz. És az van olyan mélységű, hogy ott azt a mennyiségű vizet elbírja nyelni ez a csatorna? Hát részben szikkasztja, tehát részben helyben tartja a vizet, hogy ott a növényzetnek is a parkba, tehát jusson belőle, illetve ha sok víz van, akkor pedig lefolyik arra a részre, amit majd folytatunk a csapadékvízelvezetéses pályázatba, amit ugye beszéltünk, hogy kiviszünk oda a csatorna részbe. És akkor nekem még van a mód testület ülésen, hogy majd nem kaptam szót a végén, akkor lett volna még mondani valóm, azt gondolom, akkor most elmondhatom. Hát ugye megkérdeztem mindenkit, hogy van-e még, és akin, mivel láttam, hogy nem volt, akkor én lezártam az ülést, hát, és utána még mindig valaki mégiscsak meggondolta magát, de természetesen itt a szó. Nekem akkor az lett volna a kérdésem, hogy meg most is az, hogy nem tudom, én nekem az olyan rosszul jött ki, hogy a polgármester úr, a képviselő urat olyan kifejezéseket használt, hogy hazudik, meghazudtolta a dolgokkal, amit a lakásvásárlással kapcsolatban mi volt. Én úgy gondolom, hogy itten hazudni talán nem hazudik senki, és én úgy gondolom, hogy ebbe egymást ne piszkáljuk majd ilyen kifejezésekkel, hogy hazudik, mert így én úgy gondolom, mint egy valamelyik ülésen volt, hogy pont az Zoli mondta, hogy próbáljunk egyességre jutni. De hát ilyen dolgok vagy események után szerintem nagyon nehéz lesz egyességre jutni. Mert az is az a lakásvásárlással kapcsolatos dolog volt, hogy ott a polgármester úr azt mondta, hogy hát mi megbíztuk a vásárlásra. Én úgy tudom még mindig, hogy nem a vásárlásra bíztuk meg, hanem avval, hogy az ilyen épületeket föltérképezni, hogy hol van ilyen lehetőség, vagy esetleg, hogyha megéri megvásárolni az önkormányzatnak, hogy csak avval bíztuk meg, nem, hogy hát ez nem kerül a képviselők elé, csak akkor már, amikor meg van véve. És akkor ebből eredt ez, hogy hazudik a képviselő úr, nem mond igazat, meg minden. Hát nekem egy kicsit olyan, megmondom őszintén, hogy fölkaptam az iszapot ezen a kijelentésen. Máskülönben lehet, hogy nem is szóltam, lett volna hozzászólni valóm, de ezt akkor szerettem volna elmondani, de le lett zárva, és nem is azért gondoltam, akkor most idehozom erre gyűlésre ezt a véleményemet. Köszönöm. Van-e másnak kérdése, véleménye? Nagy Ajtai Mihály. Ebből kifolyólag, illetve ezt, igen, polgármester róla úgy csináltál, hogy megkérdezted, van-e még valakinek olyan, amit idehoz egyebekre, ugye nem volt, és akkor te elmondtad a véleményedet, illetve pár gondolatban elmondtad, sőt azt megrágalmaztál, hogy én hazudok is. Én akkor én is kértem szót, a Modog Zoli képviselőtársam is kért szót, és te nem adtál senkinek se szót. Ez azért most nem minősítem, hogy milyen dolog, ugyanis egy bűnöző is kap szót, hogyha valamit megrágalmazzák, illetve valamit felhozzak ellene. És én se kaptam szót, sőt a képviselőtársaim se kaptak szót, és ezt azért nagyon gyorsan be tudom bizonyítani, hogy nem én hazudtam, és kimerem jelenteni, hogy polgármester úr hazudott, ugyanis ugye megkaptuk az anyagokat, én konkrét célt megjelöltem, tehát nem a levegőből beszéltem, nem általánosságról beszéltem,
hogy árberezési előleg, majd igaz később azt mondtam, hogy foglaló, de azt azért mondtam, mint foglaló, mert abban a szakaszában értünk már ennek az ügynek, amit megjelöltem, mondtam, hogy a két házvásárlás esetében. És abban a szakaszában értünk, hogy ott én az árberezési előleget nyugodtan mondhatom, hogy foglalóként egyenértékű. Mert ugyanis itt le van írva, amikor elérjünk került, de mindjárt mondom, ugye, az első szeptember 19-én volt a testületülés, és akkor le van írva, hogy értesítem az árverezési vevőt, hogy 2017. szeptember 11-én 19-szor végződött iratszámú ingatlan tételt felajánlott legmagasabb ételáron megvásárolta. Tehát gyakorlatilag ugye 11-én lezárult az árverezés, és mi meg 19-én kaptuk meg. Tehát én úgy gondolom, hogy 19-dik az későbbi időpontban van, mint a 11-e, de ugyanez volt a másik házvásárlás esetében. Ott pedig az árverezés lezárult 2017. 10. hó, tehát október 3-án, és amikor elébünk került, az pedig 17. október 17-e. Tehát itt is később kaptuk meg. Gyakorlatilag akkor elmondom, hogy a polgármesterről ugye letett az árverezési előleget, és az tudnivaló dolog, hogy amikor lezárult az árverezés, sőt, ki is értesítették a polgármesterről, tehát ővé lett a legmagasabb licit az ajánlat, és innentől kezdve az önkormányzatnak meg kellett, hogy vegye, vagy ha nem veszi meg, akkor elveszett az árverezési előleg, sőt, még az is le van írva, hogy amennyiben nem fizeti meg, vagy nem veszük meg, elállunk a vásárlástól, akkor kitűzhetnek egy újabb árverezést, és hogyha azon az árverezésen kevesebb ér kellene ez az ingatlan, akkor a különbözetet is meg kell fizetni, nem csak az árverezési előleg veszett el. És a polgármester úr azt mondta, itt megint csak azt mondom, hogy nem mondott igazat, sőt félrevezette a tázára lakosokat, amikor kijelentette, hogy az árverezési előleg visszajár. Az árverezési előleg akkor jár vissza, hogyha önhibánkon kívül nem tudunk licitálni, illetve nem lett miénk az árverezési tárgy. Amennyiben a miénk lett az árverezési tárgy, és nincs önhiba, akkor az árverezési előleg nem jár vissza, beszámítják a vételárba, vagy ha elállunk a vásárlástól, akkor elveszett. És gyakorlatilag akkor egyértelmű tudunk következni, hogy ki beszélt mellé, illetve ki vezette félre a tázári lakosokat. Egyébként én azon az ülésen nem is kifogásoltam semmit, én csak pontosítást kértem, úgy, ahogy a Lajos is emlékezik, én is úgy emlékszem, hogy a polgármesterat nem bíztuk meg, csak addig, hogy járja ki ezeket a dolgokat, arra nem kapott megbízást, hogy vegye meg, illetve tegye le az árverezési előleget. Én csak egy sima pontosítást szerettem volna kérni. Én nem akartam ebből semmiféle ügyet, jóvá hagytuk a bizottságülésen is, jóvá hagytuk testületülésen is, jóvá hagytuk. Én csak annyit szerettem volna, hogy pontosítsunk, hogy máskor ne így történjen a dolog, hanem beszéljünk a képviselők, azért vagyunk képviselők, azért van testületülés, hogy beszéljünk együtt közösen róla. Én csak egy sima pontosítást szerettem volna kérni, és erre a polgármester megvádolt, hogy hazudok. Egyébként az, hogy nem kapunk szót, azt meg akkor kérdezem, hogy egyáltalán akkor miért járjunk be testületülésre, hogyha nem kapunk szót. Most addig jók vagyunk, amíg bólogatunk, amikor más a véleményünk, abban a pillanatban már vagy nem adja meg a szót polgármester úr, vagy megrágalmaz. Én nem akartam ebből ekkora vitát, de ezek után én csak egy sima pontosítást szerettem volna elérni, hogy igen, akkor beszéljünk róla, mert nem egyformán emlékezünk erre az dologra. És akkor polgármester úr mit tett, mint hogy megvádolt, hogy én hazudok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e más? Józsi? Ehhez a szövegkörnyezethez szeretnék annyiban annyi dolgot hozzáfűzni, hogy sajnos én a dátumot nem tudom, de a polgármester úr mindannyiunkat felhívott, hogy egy építési vállalkozót kért meg arra, hogy szemlézze meg az esetleges szóba jövő ingatlanukat, megkért mindannyiunkat arra, hogy menjünk el és nézzük meg ezeket az ingatlanukat, és esetlegesen foglaljunk állást ez ügyben, de erre a meghívásra szerintem csak az alpolgármester úr és én mentünk el. Köszönöm. Annyival hagyd pontosítsak, hogy ez így van, ahogy te mondott, képviselőtársam. A Hunyad gyógyszeri lakással kapcsolatban tényleg így volt. Én engem is felhívott a polgármester úr, de többivel nem.
az összes ingatlant. A szó nem volt addig a többiről. Lehet, hogy van, amikor beszélünk dolgokról, és ott adatott a helyzet, hogy akkor nézzük meg a többit. Jó. Is. De akkor félreértés volt, semmi, valami, de sem, én csak arról ez tudtam. Lehet, hogy adhok ott dönt, a többit is megnéztük. Én ezt nem én sem vitatkozni kívánnék, csak azt gondolom, hogy mindannyiunk előtt ott volt az a lehetőség, hogy együtt szemlézzünk. Legyen ez akár az egyik ingatlannál, legyen ez akár másik, vagy még akkor igazából végigjártuk az egész önkormányzat területeket, és azokat is mindent megnéztünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csigi Lajos. Valóban, de a Hunyadi utcai ingatlanra engem is felhívott a polgármester úr, hogy van ez a lehetőség, hogy mi a véleményem, vagy valami, sőt, arra is megkért, hogy ha van lehetőségem, akkor menni kell megnézni. De akkor közöltem, hogy én nem vagyok olyan állapotban, azt, hogy meg tudjam nézni, akkor javasoltam, hogy a kivitelező, aki van itt, a Takó János, hogyha ő elérhető, vagy vállalja, hogy szemrevételezéssel mond róla a véleményt, hogy érdemes-e belefogni annak a megvásárlásába, vagy a további folyamatokba, akkor menjünk bele. És olyan Madok képviselő társam is mondta, hogy a többiről akkor nem volt szó, csak erről az egy épületről, erre a Hunyadi utcai ingatlanról a telefonban. Arról már nem volt, hogy a Radnóti utcában lévő két ház, ugye már az egyik az előbb volt a másik ülésen, hogy azokról akkor nem volt szó, hogy azok is vannak, vagy léteznek, hogy azt is nézzük meg. Én nem tudom, ez honnan jött, hogy azt is akkor lett megnézve. Én szerintem nem lett akkor megnézve, mert nekem nem is volt róla tudomásom, hogy azok ilyen így vannak, hogy árverezésre kerül mind a kettő. Egyedül ez a Hunyadi utcai ingatlan volt úgy, hogy tényleg telefonon kaptunk értesítést, hogy ezt szeretné az önkormányzat, hogy mi a vélemény. De a másik kettőről én se kaptam telefonos megbeszélést, meg írásos sem, meg semmiért sem. Köszönöm. Köszönöm. Nagy Ajti Mihály. Még annyit, hogy akkor polgármester úr nem egyformán beszél velünk telefonon, mert én nem tudom, hogy a Bán Égető Zsuzsával hogyan beszélt, azt sem tudom, hogy a Takó Gáborra hogyan beszélt, de azt tudom, hogy nekem nem mondtad. És ezek szerint a Csigi Lajos képviselőtársamnak sem mondtad, a Madok Zoltán képviselőtársamnak sem mondtad, csak egyetlen egy a Hunyadi utcai ingatlanról volt szó. Sőt, még akkor valamelyik zárt ülésen még direkt kihangsúlyoztuk, hogy mindegyik ingatlan esetében beszéljük meg. És akkor legalábbis biztos vagyok benne, annyira nem vagyok analfabéta, hogy ne értsem meg, hogy mit mondasz a telefonban. És nekem csak azt az egyetlen egy ingatlant kérdeztet, hogy mit szólok hozzá. És én akkor azt mondtam, hogy ha olyan feltételekkel, akkor vegyük meg, de többiről abszolút nem volt szó. A dátummal kapcsolatban a Zsuzsika le van írva, testületülés anyagát néz meg, meg ezeket az árverési dolgokat néz meg, és mindjárt tudsz következni a dátumra, hogy az árverezés megelőzi a testületülést. Nem erről beszéltem. Köszönöm. Valamelyik képviselők részéről? Nincs. Akkor elmondom én is, hogy Csigi Lajos javasolta annak idején, hogy a Szabó Ferike féle házat is nézzük meg, mert azt ő építette, és ő azt jobbnak tartja, mint ezt a Hunyadi utca beli házat, és ez elhangzott még szerintem itt gazdasági bizottsági ülésen is többek között. De én nem szeretném tovább gerjeszteni a vitát, felolvasnám a polgármester és az önkormányzati képviselő esküjének a szövegét, illetve egy részét. Tisztségemből eredő feladataimat Tázlár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Én ezt így csinálom, így csináltam, és ezt kérem a képviselőktől is. Mivel nincs több jelentkezés, és közmeghallgatásunk lesz, Nagy Ajtai Mihály mégiscsak jelentkezik. Aki bentről a testületülésen kérdezhet, ugye? Egyébként a Gazdasági Bizottság külsős tagja. Én úgy gondolom, hogy lesz lehetőség kérdezni a közmeghallgatáson. Most szeretett volna jelentkezett. Zsuzsi? Most? Akkor légy szíves, ülj ide mikrofonhoz.
Az előzőekhez csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a gazdasági bizottság elé biztos, hogy nem került előtte ezek az ingatlanok, csak akkor, amikor tárgyaltuk is, előzőleg én nem hallottam róla, pedig itt voltam minden gazdasági bizottság ülésen. És a másik dolog, amit helyesbíteni szeretnék, az előző testületen elhangzott, hogy a gazdasági bizottság leszavazta a KFT-t, az önkormányzati KFT-t és a szociális szövetkezetet nem leszavaztuk. Mi egy üzleti tervet kértünk, amiből lehet látni, hogy ez a KFT vagy szociális szövetkezet hogy fog működni. Mert azok az információk, amik birtokában voltunk, nem elegendőek szerintünk ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk dönteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor ezek után zárom be a testület ülést, és átmegyünk a közmeghallgatásra. Köszönöm mindenkinek az aktivitást, mindenkinek szép estét kívánok!